innen úgy tudják, hogy mégiscsak ebbe be van USB lapozva, viszont a villany be van vezetve, az látszik, és az egyik ajtó nyitva is van, tehát lesz, megnézem közelebb. Nyitva van az ajtó. Hát oda most nem megyek le. Az egy csengő. Nem is világítás, ez csengő. Még egy csekk. Vasútállomás más utca egy, akkor az valószínűleg ide tartozik. Máverté Szombathely. Aha, fizetési hatály. Ja, itt van 2013. február 28. Valószínűleg a Szombathelyi igazgatósághoz tartozott ez az épület, és volt egy bérlője. És neki küldték a csekkeket. És itt egy szolgálati lakás lehetett. Ezt lehet, hogy majd egy külön epizódra fogom föltenni. Dulvex. Na, sziasztok, üdvözletem minden haltáról, az állomás épületből. Nyitva volt az ajtó, hát beértem Dulvexezni. És azt mondta, emeleten volt a szolgálati lakás. És följebb a lépcsőn pedig mögöttem a padlás lesz szerintem, de először akkor megnézem hát az épületet. Ez volt a fürdőszoba. Aha, megvan a fürdőkád. Szíves. És jó öreg hajdú villany Bolnár. Az elpusztíthatatlan hajdú. Hát bekötve nincsen. Az iparlemek műve is megvan. Csodálkozni, hogy működne. Valószínűleg el van zárva a víz. Mit keres egy fakanál a WC-be? Hát a vandálok már itt jártak. Szépen szétverték itt az ajtónak az üvegét. Viszont megvan. Ez lehetett az egyik belső szoba. Még megvan a sezlong dugós ágy is. Hát szerintem ez az. Egymás mellett a földelt és a nem földelt konnektor. Viszont ezek már földeltek, tehát szerintem a földelés ott be van vezetve, és meg mindenhol használták. Aha, még megvan a csillárnak a helye is, és éve ez a szenes kályha volt a fűtőeszköz. És ott egy tondlabda, ha esetleg kell valakinek. És a kilátás az épületből, és hoppá, és az egyik vágány az elvezet oda, ott arra valamelyre messzire. Na, azt már meg kell nézni, hogy hova. Hát ez mi lehetett? Hát itt volt a konyha. És ez pedig egy másik szoba. Hopp, egy fosszívónak a csöve. Tehát a piros konnektor. Szintén van egy nem földelt konnektor. És itt van a TV antennának a csatlakozója. Egyébként az épületen van egy TV antenna is. És ezt viszont valaki USB lapval megnyomta. Nem igaz. És nyilván a kályha, mint fűtőeszköz. Szóval ez biztos egy szolgálati lakás volt, és ez szerint 2013-ban itt még lakott valaki. Hát ez meg egy spájz. Itt van a stelázsi. Igen. Ez meg egy villanyvezeték, itt lóg egy konnektor a falból, azt inkább nem piszkálom, az a biztos. A biztosítéktábla meg a csengő. És akkor benézek a padlásra, azt nem ígérem, hogy fel is fogok menni, de minden esetre benézek. Nem tudni, milyen állapotban van meg általában, nem is érdemes ide bejönni. Viszont nem a szigetelve a tető, tehát ez már valami. Ott egy fotel. Ott egy antenna csatlakozó, és szerintem egy gyárba ennyi.
kémény. De viszont beljebb nem biztos, hogy el fogok menni. Nem nagyon. Igen, mert ki tudja, hogy a födém milyen állapotban van. Jobb vele vigyázni. Tehát akkor ez ennyi lett volna. És aztán mi bekukkantok ide a pincébe. De ez minden. Igazából a pincében szerintem csak kosz van, meg bűz. Biztos, hogy érdemes ide lemenni. Hiú ábránt. Nincs itt semmi érdekes. Na hát akkor ennyi lett volna az Urbex előre része. Ezt nézzétek, micsoda pókháló. Na hát ezért, na hát igen, csak ilyesmiket lehet itt összeszedni főleg. Más nagyon nem, és akkor mindjárt megnézem még a utcafrontról is. Ja, ez le van zárva, akkor nem lehet bemenni. De az utcafrontról még megnézem az állomás, de az Urbex része ennyi lett volna. Hortáról jelentkeztem. Sziasztok! Hát ugyan OSB lappal benyomták, de be lehet lesni, de próbébe is lehet ide mászni. Na, hát akkor be fogok ide menni. De azért megnézem, hogy hát, ha egyszerűbben is megoldható a helyzet. Na, hála a vandalizmusnak. Ide be lehetett jönni. Akkor, és ha már így alakult, akkor szét is nézek ide bent. Hát ez, szerintem ez a váróterem volt valaha. Ja, ez az. Itt vannak a villanyórák. Hát igen, azt látjátok, hogy egyik sem forog. Tehát valószínűleg, tehát itt nincs fogyasztás, mert hogyha valaki lakik itt, akkor minimum egy hűtője legalább van, és akkor az állandóan tekeri az órát, de itt erről szó nincs. És nem szerelték fel a digitálisat se. Ja, ez a hangfrekvenciás vevőkészülék, ez az éjszakai, meg a nappali állam a kapcsolja. És most már nincs is éjszakai, mert nappali külön, hanem olcsóbb van, meg drágább. És amikor sok fölösleges áram van, akkor kapcsolják az olcsót. És ezért három villanyóra, hát tudom, az egyik az éjszakai áramnak, a másik azért a rendesnek, meg talán van még egy, ami a szolgálati lakásé, azt hogy azt külön tudják számolni. Ez nem tudom pontosan, hogy ez hogy van, de... Vagy lehet, hogy az egyik a három, másik meg az egyfázisú. Aha, itt volt a pénztár. Ott egy tévé. Csak már nincs képcsőre. Munkácsi, korol? Egy videóton? Korolsztál? Nem tudom. Ja, igen, itt volt a forgalmi iroda. És itt meg itt meg a jegypénztár. Tehát az utas ide bejött a váróterembe, és itt tudott jegyet venni. Mondjuk ott is be... Aha, ezt nézzétek. Valakik elintézték, hogy a csúszomászva azért be lehet menni oda is. Úgyhogy nézzük itt, na itt van, itt csak egy fotel van. Aha, a WC. Aha. Az ipar remek műve. Az lehetett a férfi WC, akkor valószínűleg ez itt a női WC. Aha, a női WC. Itt nincsen piszoár, csak WC-kagyló. Hát, már amennyire látjátok, próbálom nektek oda világítani. Nem mindig egyszerű. Úgyhogy... És akkor majd még ide benézek. Ide sem volt egyszerű bejutni, mert rengeteg az üvegszilánk. De nézzétek, van itt egy kapcsolótábla, mondom, ez volt a forgalmi irata. Na, ez az ajtó, amit OSB lappal benyomtak. És itt ez a, hát nem is tudom milyen tévé,
Nézzük meg az elejét, hát ha rá van írva. Hát van egy régi fakeretes videótól, vagy Orion lehet szerintem, vagy nem tudom, Munkácsi Kolor. Azt hiszem, annak volt még ilyenje. Hát, de most azt nem látom, hogy milyen lehet. Hát azt látszik, hogy egy kicsit szétzúzták ők elmét. Ne szórakozzál a villannyal, te okoska, hát. Ezt a tanácsot megfogadom. Benyúlsz ki, nyúlsz szekrényen, nem piszkáljuk. Aha, ez volt az ajtó szerintem. Csak ezt leszerelték és ment helyette az USB-lap. És ez meg a jegypénztárnak a kis puszkolja. Tehát valószínűleg itt is olyan pénztár volt, ami egyben a forgalmi szolgálat is ellátott. Ilyen helyeken szokták kiírni azt, hogy a vonat közlekedés előtt 5 perc vagy egy kiadás szünetel. Akkor most nagy nehezen sikerült kimászni. Az urbexezésnek ezennel vége. Folytatódhat a vonalbejárás.